Haló? Nézi még valaki a csekét autót? Hello, sziasztok! Szóval akkor üdvözlök mindenkit ismét a Check It Out YouTube csatornáján. Mint látjátok, a, az új helyszínről már, ami még közel sincsen teljesen kész, hiszen látjátok, hogy itt hátul még hiányzik a, az egyik székem, a világítás, itt, itt látjátok, hogy a kábelezés nincs megcsinálva, ezek a fények még nincsenek bekötve az arcomra. Jobb lesz a fény is, minden jobb lesz, ahogyan mondtam nektek. Így a költözés közepette egyelőre eddig jutottam. Kint a srácok csinálják a faházat, és a videót pedig el is kezdjük, még mielőtt ilyesmi kommentek érkeznének. Próbáljuk meg így röviden összefoglalni, hogy mi történt így az elmúlt két és fél hétben, amíg nem voltam. Itt látjátok, hogy ismét egy Kids Bill áldozata lettünk, és persze a mai nap 24 órás csárba egész jól mutat. És itt látjátok a különböző kriptovalutákat, hogy heti nézetben ilyen 14 és 20 százalék közeli mínuszba vagyunk, ami még mindig nem állás foglalás részemről, hogy ez egy medvepiac, vagy ez egy bikapiac, vagy egy oldalazás, ezt mindenki döntse el maga, de látjátok, hogy azért ez szerintem egy hosszabb ideig tartó dolog lesz, ami most jelenleg van. Hogy érint ez minket azokban a projektekben, amikben benne vagyunk? Az egyik legrégebbi projekt talán, amiben mostanában benne vagyunk, és mindenki nagyon szereti, az a Bump Crypto. És hogyha rápillantunk a csártra, itt látjuk, hogy amióta nem készült videó, azóta eléggé kapott az arcába, hogy hogyan tudnám ezt szépen megfogalmazni, talán itt kilencedike, talán ekkor mehettem el, ugye a költözést, ekkor kezdtük meg, ugye a házba való költözést, itt látjátok, hogy egy dollár fölött voltunk bőven, aztán beestünk, 44 centre, azt hittük, hogy itt a vég, aztán fölment, jó, persze, nem lesz gond, itt én még be is táraztam, egy kicsit csináltam a gyereknek is egy accountot, aztán látjátok, hogy mi történt. Egészen lecsappantunk 20 centig, ami azért elég durva dolog, és hogyha megnézzük csak a tegnapi meg a mai napot, nem tudom, hogy miért adtak a szarnak egy pofont, vagy én nem tudom, hogy ez mitől van, hiszen újdonság nem érkezett, csak bejelentések, hogy most vagy készülnek egy új projekter, és hogy a BAM kriptó ismét szárnyalni fog, és ennek következményeképpen ez ugye megindult. Szóval, ha fölpillantunk ide a Marketplace-re, ahol továbbra is csak Super legendary tudtok vásárolni, itt látjátok, hogy az árak azok folyamatosan követik az aktuális piaci helyzetnek az árát. Ezzel egy kicsit megszívtam, amikor vettem a gyereknek egy legendary azt uh, elég drágán vettem, majd utána jóval drágában el akartam adni, közben beesett az ár, aztán kikapták a piacról, nyilván ő lett a legolcsóbb, úgyhogy buktam rajta 300 dollárt, durván átszámítva 600 dollárért vettem, és eladtam 600 dollárnak a feléért, hiszen annyira vették meg, több coinért persze, de dollár értékben nézve, hogyha megnézzük, talán a legolcsóbbat, 1400 88. Egyébként ebben sem vagyok biztos, mert engem, amikor meg akartam venni a Super legendary a gyereknek, mert 30-at nyitottam, és mindegyik common volt viccen kívül, aztán felhúztam magamat, vettem egy Super legendet, de nem tudtam kivenni a legolcsóbbat, mert azt írta, hogy már vagy megvették, vagy törölték, vagy pedig játékban van, nem tudom de az nem lehet gond, mert amikor az enyém játékba volt, akkor meg tudták venni. Hogyha tudjátok, hogy miért bagos, és hogy nektek is volt -e már ilyen, hogy egy-kettőt nem lehet megvenni, akkor azt a komment szekcióba jelezzétek, gyorsan még ránézzünk az árára, 1488 a legolcsóbb most, amit láthatok, hogy 879 dollár, tehát aki tőlem 300 dollár értékű bitcoinért megvásárolta, az rohadtul jól járt. Na de ennyit a BAM kriptóról, meglátjuk, hogy mi lesz a BAM én farmolom tovább, most már két ők plusz a gyerekén hagyom had játszogasson vele, és meglátjuk tényleg, hogy ez az emelkedés csak egy ideillenes volt, vagy tényleg kezd magához térni a projekt. Aztán a következő dolog, amiről talán érdemes lenne még egy kicsit beszélni, az a Squid NFT World, hiszen megkapja most hamarosan a nerfet, és az ilyen playerek mindtolását is megszüntetik, ami talán talán fel fogja nyomni az értékét a marketplace-en ezeknek a játékosoknak, de jelenleg baromi olcsón vannak fönn, hiszen a nerf miatt mindenki próbál megszabadulni tőle. Jelen állás szerint én sem fogom megújítani a lejáró szerződésemet, még egy kör van benne ebben a játékban, de mint látjátok, ugye nincs meg a 3000 SE pontom, ezt általában úgy szoktam megoldani, hogy átváltok 1300-1200 dollár értékű BUSD-t BNB-be, és majd utána azt visszaváltom, és ezáltal generálok annyi eszépontot, pontot, ami nekem mindig szükség van, mert ugye 10%-ot mindig elveszítek a játék közben. És itt látjátok, amint említettem nektek, ilyen 1200-1300 dollár oda-visszaváltása egyszer, körülbelül ilyen 35 pontot generált nekünk, amennyire nekünk itt szükség lesz, pontosabban durván 30 pontra. És ezzel már el is tudjuk indítani az utolsó játékunkat, amit látjátok, hogy folyamatosan reward csökkenésben van, hiszen ez dollárhoz van kötve, nem coinhoz, tehát 20 dollár értékű coin fogunk kapni ebben a körben. Amint látjátok, hogy ez ilyen 28, 27, 26 és egészen 20 dollárig érkezett lefele, független attól, hogy mennyi a BS az ára. És mondhatni, hogy én most ezt szüneteltetni fogom ezt a játékot. Nem fogom eladni a hőseimet, mint mondtam, talán föl fog menni az értéke, vagy majd ki fognak dobni valami újdonságot, és le is fagyott az oldal, miután talán remélhetőleg nyertem igen, itt hozzá is adta a pontot, szóval egyelőre szüneteltetni fogom, nem fogom megújítani a játékosoknak a licenszét, hogy egyelőre ezt a játékot kicsit szüneteltetem, viszont beszéljünk akkor egy kicsit a The parallel hiszen folyamatosan érkezik a tesztnetre az újdonságok és a tesztelni való dolgok, amiket mindig megosztok veletek itt a Twitteremen, Hogyha nem követnétek még Twitteren, akkor a link a leírásba tudtok követni engem, az oldalt és kicsit is, és itt meg tudjátok nézni, hogy milyen dolgokat szoktam veletek megosztani, például ezt a vicces kis posztot tegnapról. Na de a lényeg, hogy különböző nyereményjátékok vannak egyfolytában, például a socios.com-on, ahol lehet nyerni belépő egyet a bajnokok ligájára, és egyszerűen olvasátok el, mit kell csinálni, követni, megadni a kedvenc csapatodnak a nevét, és retítelni ezt a posztot, ugye azt a csapatot, aki benne van a Champions League-be, és akkor a quarterfinalre lehet, a negyed döntőre lehet tiketet nyerni. Amiről még szeretnék beszélni a paralelen kívül, az pedig a The Tank Battle, ahol különböző Testnet, itt látszik, hogy ez is tesztnet, ez az alfa test, egy nap van hátra, ezt posztolták tegnap, tehát mai naptól majd e, itt van, hogy UTC-2, tehát hamarosan elindul a tesztnet, és nincsen más dolgotok ahhoz, hogy a játékot teszteljétek, mint hogy legyen legalább 250 darab TBL a tárcátokba, amit nem kell mondani, hogy szerintem nem sok úgyhogy nyugodtan be lehet ezt vállalni a teszt érdekébe. Aztán sokan kérdeztétek tőlem, hogy mi fog történni akkor, hogyha lejár a staking, mert ugye, mint említettem, itt a staking poolba be lehetett dobni a stake-elendő összeget, nem történik semmi, ha betettétek és lejár, akkor a claim főre le tudjátok klémelni a maradék tokent is, az összeset itt kiírja, hogy összesen eddig mennyit szedtetek ki. Itt látjátok, hogy lejárt a staking, 17 től indult, és egészen ma hajnalig tartott és a stékelt dolgok után itt látjátok, hogy ennyit leklémeltem már, és ez a maradék az 540, ezt egyszerűen le tudjátok klémelni, és bekerül a tárcátokba. Itt látjátok, hogy a felül hogy a változás, ez a lottery, biztos sokan már kipróbáltátok, tipikus, klasszikus módja annak, hogy gamblerözni tudjátok a meglévő tokeneket, és nyerni lehet itt is ami újdonság, ami ma érkezett, ez az alfa verzió itt, és ide tudtok majd csatlakozni, hogyha van 250 darab tokenetek, itt el tudjátok majd indítani, hogyha regisztráltok, csináltok egy accountot, és van mondom 250 TBL a tárcátokba, hogyha a tégből kiveszitek, akkor egyből lesz is. Egyébként meg tudjátok nézni a valeteteket, hogy mi van a valetben, és látjátok, hogy nekem 370 darab tokenem van, azért is tudom elindítani a játékot jelenleg, és ezek vannak a valetembe, eladásra bocsájtva pedig jelenleg semmi, de a tranzakcióknál pedig meg tudjátok nézni az összes tranzakciót, amit eddig csináltatok. Úgyhogy érdemes szerintem ezt a Marketplace-t is figyelgetni, és adni-venni a dolgokat, mert egész jó dolgokat lehet megcsinálni, én bevallom nektek őszintén, hogy amikor elindult ez az egész, akkor én vásároltam a szélbe két kicsi ládát és egy nagyot, és egészen addig ez a három ládám volt, még egy-két egyéb dolgot vásároltam. Utána elkezdtem kereskedni a marketplace-en jobbra-balra, és a mai napig megvan még egy kis láda, egy nagy láda, van öt darab tankom és egyéb ilyen kiegészítőim, tehát én már nullába vagyok, hiszen a pénzemet már kivettem, azt hozzá kell tenni, annyit beletettem, kicsivel többen is, és még van durván 1000 TBL tokenem, plusz ezek a dolgok, amiket vásároltam, plusz négy tank, úgyhogy úgy fogok nekiállni ennek a játéknak, hogy én már nullás, sőt pluszos vagyok, és vannak dolgaim. Úgyhogy szerintem ezt én okosan csináltam. A kommentbe írjátok meg, hogy ti miket nyitottatok, mert sokan láttam, hogy sikerült mítiket, legendary epic tankot is nyitni, hogy álltok ezzel a játékkal. Kíváncsi vagyok, hogyha elindul hamarosan majd, a tesztelések után, hogy mennyit lehet vele termelni. Egyébként én hozzátenném, hogy nagyon fontos, és mindenki jegyezze meg, hogy aki friss a kriptovaluták világában, ne az ilyen play to earn NFT játékokkal kezdje, mert lát róla egy-két videót, itt ott, ott, akár nálunk is, hogy mennyire jó lehet, mert azt tudni kell az ilyen játékokról, hogy szerintem hamar értékét tudják veszíteni. Nézzük meg például a Basketball Legend nevű játékot, ami egyébként szerintem egy baromi jó játék, de egy ilyen piaci helyzeten, ami jelenleg van és zajlik, ezek a projektek, amik frissen indulnak, hamar az értéküket veszítik. Mint látjátok, itt nekem van három Promotion Legendary játékosom, köztük kettő level 2-es, van Uncommon Common, és van három edzőm is, köztük van ez a Level 2-es Astro Legend, amit 6000 BBL tokenért vásároltam. Ennek a játszását is felfüggesztettem, mert valahogyan idegzetem nincs ahhoz, hogy napi 1-2 dollárért játszak ezekkel a játékokkal, holott azért előtte ilyen 20-30 dollárokat ezzel a tímmel ki lehetett szedni napotta, persze abban a tokenben, és ez is ugye megkapta a nerfet, hogy minél többet veszel ki belőle, mint a BAM annál kevesebbet tudsz majd a következő kivételnél kivenni, és a nehézségi szintet is emelték. És ha ránézünk ennek a tokennek az árára, akkor láthatjuk, hogy ez a 4-5 centes ár, amiről elindult maga ez a játék, ez igen, eljutott addig, hogy fél centet ér, úgyhogy ha kiszedsz ilyen napi, nem tudom, 8-900 tokent, az ilyen 4 dollár, úgyhogy azért mondtam, hogy 1-2-3-4 dollár naponta, persze, hogyha össze, összeadjuk, akkor az durván 100 dollár egy hónapban, úgyhogy akinek érdeke, az játszhat vele, mert egyébként most baromi olcsón vannak fönn, és lehet, hogy ez is majd meg fog indulni, ez a játék, baromi olcsón vannak fönn, ezek a, a hírók, hírok, meg lehet őket venni talán ilyen 4-5 dollártól már kezdve az edzőket is egész olcsón. De itt a Tofu nft amit mutatni akartam nektek, az az, hogy ugye a Mafagafo játék talán az egyedüli nem adja meg magát ennek a esésnek, nevezzük így, és itt mit látszik is, tegnap eladtam az egyik tojásomat 0,68 BNB-ért. Az igazság az, hogy vettem kettő tojást, pontosabban a játékba, és kikeltettem, de még nem törtem őket föl, és még annó poénból betettem ide 0,7 BNB-ért, hogy majd eladom őket, aztán így idő közben még nem figyeltem, arra lettem figyelmes, hogy valaki megvette mind a kettőt, és hát igen, én nekem megértem, mert olyan dupláztam vele. Amennyit beleköltöttem a játékba keltettővel, meg mindennel. Tehát ebbe is már bőven kivettem már a kezdeténél a pénzemet. De, mint mondtam, ez a mafagófó játék nekem egy kicsit érdekes, hiszen még maga a játék nem indult el. És aki mondjuk a MAFA boxból nyit egy ilyen MAFA goldot, azt hogyan ígérték, azt itt el lehet adni automatikusan 300 dollár értékű MAFA tokenért, és ha rápillantunk a MAFA-nak az árára, így, hogy ezen a piaci helyzeten, és még a játék el se indult, maga a játék, <laughs> látjátok, hogy egyszerűen megállíthatatlan, ma is 13%-ot növekedett, de nézzük meg egy hónapos kimutatásba, hogy ez egyszerűen elindult ilyen 6 centről, amikor talán bevásároltam belőle, és ez ilyen január végén volt, sőt, még talán előbb is vásároltam belőle, majd itt realizáltam belőle, amikor fölment ilyen majdnem 10x-et, aztán onnantól kezdve nem állt meg maga a játék, de úgy, hogy el se indult még ez a játék, úgyhogy ez kicsit érdekes nekem. De, de, tetszik nagyon a projekt, és uh, egy ilyen játék lesz, ahol tényleg szaladgálsz, mint már tettem egy videóban. És uh, mondom, a token egyelőre megállíthatatlan, de ez nem ajánlás, és nyilván nem most érdemes belőle vásárolni. Itt volt talán ebből érdemes vásárolni, mindenki döntse el, hogy szeretne ezzel foglalkozni. Na de ennyit most így ezekről a Play to NFT játékokról, és így hirtelen hirtelenjében ebben a videóban egy gyors helyzet jelentés, remélem azért valakinek hiányoztam is közületek, és örültök, hogy, próbálok visszatérni a hétköznapokba a videókhoz. Hamarosan befejezem itt ezt az egészet, meg a ház körüli dolgokat, és körülbelül adjatok nekem még egy hetet, és visszáll a rendszeresség a videók terén, és én úgy érzem, hogy a Play to Earn NFT dolgokat egy kicsit a felére csökkentjük majd, hiszen rengeteg érdekes dolog van még ezek mellett is, nagyon érdekes volt az elmúlt időben ez a play to earn, meg a metaversum, továbbra is mindenki szereti ezt a témát, úgyhogy ezt nem fogjuk teljesen elengedni. Csak egy kicsit visszább veszünk belőle, mert az az érzésem, hogy olyan Discordon is olvasom, hogy sok újonnan érkező ember csak ebbe vág bele, hiszen mellette ott vannak még a remek lehetőségek kriptovaluták terén is. Persze azt most mindenki döntse, hogy mi remek lehetőség, hogy ez egy jó beszálló-e most, vagy még megyünk lejjebb is de hamarosan találkozunk egy videóban, jön egy interjú is, és vissza fogok én is térni a normál kerékvágásba. Addig is, hogyha tetszett a videó, egy lájkot dobjatok rá, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor nyomjátok meg a feliratkozást, kis harang a többit, úgy is tudjátok, és találkozunk hamarosan. Addig is, Ricsi, ahogyan mondaná, csá!